Az örökségnapok alkalmából itt a Római Kikötőerőd Alapítvány ismét egy érdekes feladatra hívta a fiatalokat, most pedig ilyen tudományos előadást kellett tartaniuk, ugye korábban filmkészítés volt a feladat, most pedig előadást, egy promóciós anyagot lehetett bemutatni. Milyen téma volt, hányan jelentkeztek, és végül is hány előadás hangzott itt el? A Késő Római Kikötőerőd Alapítvány 7. alkalommal rendezi meg a kulturális örökségnapokat. Ennek tiszteletére és a kulturális örökségnapok mottójaként is egyben Rommer Flórisra emlékezünk. 200. születésnapja tiszteletére rendeztünk egy előadói versenyt, amelynek az elődöntője az 2 héttel ezelőtt megtörtént. 19 jelentkezőből 13 versenyző jutott tovább. Most ezen a versenyen viszont a gyerekek közül 7 jelentek meg, 7 versenyzőnk adta elő a művét és mutatta be a prezentációját. Azt gondolom, hogy csodálatosan készültek a gyerekek erre a pályázatra, és egyébként is így próbáljuk mindig valamilyen programmal becsalogatni a gyerekeket a múzeumunkba. Milyen korosztály számára volt meghirdetve a verseny, és milyen megkötések voltak, tehát mit kellett teljesíteni? 13 és 15 éves korosztálynak szólt most a meghívás. Tulajdonképpen az volt a lényeges, hogy saját korosztályuknak szóló bemutatót tartsanak, illetve azért figyeljenek a prezentációra is, az összhangra, a harmóniára, és elsősorban egy kicsit megismertetni, hiszen ez is volt a címe, hogy most te légy a katedrán, hogy ismerjék meg, hogy milyen nehéz dolog ez, amikor az embernek elő kell adni valamilyen témából. Nagyon izgalmas volt, hogy egy témát dolgoztunk most csak fel, különböző szempontok alapján hozták a gyerekek a pályaműveket, csodálatosan oldották meg. Kikből állt a zsűri? Bocsák István képviselőasszony, a zsűri elnökünk, mindenben segíti a gyerekeket is, és úgy gondolom, hogy ő méltán képviselte a zsűrit. Eich László úr történelem magyar szakos középiskolai tanár, Csoma Attila igazgató úr történelem, illetve történész, helytörténész, tehát mindannyiuknak köze van ehhez a témához. Nagyon erős zsűrink volt. Akkor lássuk az eredményeket. A mai verseny az egy nagyon komoly tét volt. Nagyon komoly feladatot kaptatok, ugye elég sok szempont volt, hogy legyen nagyon tartalmas, ölelje fel a tudós életének legfontosabb állomásai, eseményei. És tudom, mit jelent kezdő felnőttként kiállni, előadást tartani idegen, sokszor vadidegen embereknek, akit először látok életemben. Na most, hogy ezt megtenni, 10 éves gyerekként, és a saját művedet prezentálni, hát ez nagyon nehéz. Most akkor izgalom, hogy ki az első. Hát nem húzom az időt, Kelenc és Elina. Az első díjat a Városi Könyvtárunk ajánlotta fel, és Csonka Mária igazgató asszony, kérném szépen meg, hogy az ajándékot adja át. Nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok. Csodálatos. Szeretném jobban elmélyedni ebben a témában, akkor várjuk a